Hello, nézzetek, Sirius-ek, ez pedig nem más, mint a péntek délelőtti stream. Kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek. Nincsen ma bolt. Remélem vásárolt mindenki. Értitek, a szokásos dolgok. Nincsen ma bolt. Oké, okay, nekem most úgy tűnik, hogy nem jó a restream bot. Miért nem jó a restream bot? Nem jó a restream bot. Ó, mert nem kattintottam rá gombokra. Azt hallottam, az szokott ártani. De például a Foodorán lehet kaját rendelni. Hát gondolom azokról a helyekről, amik nyitva vannak egyébként. Nem tudom, hogy pontosan mi a szabály ezzel a nyitva tartással kapcsolatban. Ilyenkor vendéglátóhelyek azok gondolom lehetnek nyitva. Hé, haver, ha a módosítás gombra kattintok, akkor legyél már szíves rá kattintódni. Hogy áll a játék hangja az én hangomhoz képest? Nem tudok feltölteni stílképet a VOD-nak, a streamnek. Papinál bevacakolt a restream bot valami OBS frissítés miatt. Nem csinál semmit a restream az OBS-sel. Mert az Elden Ring. Szóval az van, hogy ma ilyen nagyon fura gondolatok cikáztak a fejembe reggel. Ó, először is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Greedy Boy, hogy ajándékoztál Eikónak, meg Vivinek egy-egy szabot. Nagyon-nagyon király vagy, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ufócska, köszi szépen a 29 hónapot, szép jó napot, neked is szép jó napot. És Brittó, köszi szépen, hogy Bongyinak ajándékoztál egy szabot. Nagyon-nagyon királyok vagytok, srácok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval, hogy két először is. Nyilván későn keltem fel, úgyhogy emiatt nyilván nem volt időm semmire, amire kellett volna, hogy legyen időm. Gondolom mondanom se kell, hogy így tudjátok, így feküdtem, és jó, még 5 percet. És aztán így visszaaludtam sokat. Jó, mindegy, jó szélképe van elméletileg a VOD-nak. Vagy streamnek. Szóval, hogy így tanakodtam azon, hogy mit streameljek. Én átverve érzem, hogy a Stardew-ról jött az értesítés. Miért? Ó, jaj, mert elfelejtettem átírni a Go Live notification-t. Jaj, ne haragudjon senki, nem akartam átverni senkit ezzel. Elfelejtettem átírni ezt a sort. Na, és akkor Same Wolf, same. Én néztem is, hogy Vivi, vajon mit keresett Vivi? Szóval, hogy a kettő dolgon gondolkoztam egyébként. Az egyik az Elden Ring. A másik a Stardew Valley. De hogy... ami ugye két nagyon-nagyon különböző játék. De hogy az van, hogy... hogy nagyon ugyan... Tehát, hogy nem látom pontosan, hogy lenne értelme, vagy haszna, vagy értitek? Tehát, hogy nem látom pontosan, hogy jól működne egymás mellett egy single player Stardew Valley, meg egy multiplayer Stardew Valley, mert a kettőben ugyanaz történik, csak a beszélgetés más alatta. Mert mint értitek, hogy a single player Stardew Valley-ben pontosan ugyanúgy végighorgásznám. Azt keresem itt, hogy ma nem az edzőteremben vagyok. Általában a délelőtti streammel esik egybe a dolog. Edzőterem, megáll az ész. Király. Szóval... én adnám a single Stardew Valley-t is. És nekem most iszonyatosan lenne kedvem Stardew Valley-zni. De a kérdés, srácok, hogy miben különbözik a single player Stardew Valley, mint a multiplayer Stardew Valley? Beszéljük ezt meg úgy, hogy egyébként menned kéne a bányába egyedül. Átlagos hétköznapok? Stardew-t a népnek és ne horgász állandóan? Single-ben rámehetnél az NPC kapcsolatokra. Olyat még nem láttunk. Nem hiába, tehát hogy nem élvezem, nem érdekel, mi van velük. Azért nem akarok. A chat elég egy... Meg tudod állítani az időt? Az aztán különbség lenne amúgy. Horgászás közben single playerben megáll az idő, tehát több horgászás.
Én egy érvet hoztam fel, velünk lenne a beszélgetés. Oké, ez mondjuk igaz. Szeretnétek, hogy inkább legyen most egy szóló Stardew Valley, amiben valószínűleg pontosan ugyanazt csináljuk, mint a multi Stardew Valley-ben? Oké, tudjátok mit? Csinálunk erre egy szavazást. Ha a szavazáson Stardew Valley nyer, Elden Ring és Stardew Valley lesz. Elden Ring, Stardew Valley, zárójelben, Solo, nyilván. Bring me Solo! Nyilván a másik is Solo, de értitek. Megáll az ész. És ha csak Just Chatting lenne. Ah, én azt már nem annyira érzem egyébként. Tasika, köszi szépen, hogy Flónak ajándékoztál egy szabot. Oké, berakom most a linket. Kapaszkodjon mindenki. Miből kapsz többet, a donation vagy a Patreon? Ez egy izgi kérdés. Tessék srácok, ott van a szavazás. 10-ig szavazunk, mert mint 10 óra 10-ig. És addig csendesen lehúzom az Elden Ring hangját, hogy ne zaj. Mert hogy így... Mindenki szavazhat, ugye ilyenkor YouTube-ról is lehet szavazni, meg Twitch-ről is lehet szavazni. Úgy néz ki, Tasika, hogy változatlan az összeg. Ezt tudom mondani, hogy úgy néz ki, hogy változatlan az összeg. Balázsnak volt egy ilyen eldobott mondata, hogy lehet, hogy majd évvégén egybe kérik vissza, amit nyilvánvalóan tőlem aztán nem kapnak vissza, mert elköltöttem már kenyérre. Szóval, yeah, that's that. Hű, a csendes többség döntött. Én nem látom most az eredményeket. Igen, a csendes többség döntött, srácok. Szia, Lordzol! Itt most a csendes többség döntött, srácok. Ez esetben viszlát. Úgy van még mindig, hogy lesz YouTube membership is egyébként. Csövesek! Ez most egyébként egy teljesen egyértelmű, csendes, többséges dolog. Szóval srácok, ha valaki Stardew Valley-t szeretne inkább látni, az még most menjen szavazni. Ha valaki Elden Ringet szeretne látni, az most menjen szavazni. Mert most van még a szavazás. És még egy utolsó kör, és aztán pedig folytatjuk. Meg kéne csinálnom az SEO visszaigénylésemet, de megám. Neked melyikhez lenne kedved? Mind a kettőhöz. Tehát én most mind a kettővel. Annak ellenére, hogy egy nagyon más jellegű játék a kettő, én most mind a kettővel szuper jó vagyok. És közben tudjátok, hogy a lelkem mélyén amúgy úgyis csak Helldivers-öznék. Pepe most indította a Helldivers közben amúgy. Szóval én őszintén szóval itt most mind a kettővel rendben vagyok. Na, szia Pepe! Láttam, hogy elindítottad a Helldivers-t. Szia Heremir! Annyira élvezem. Most bejött két új fegyver egyébként a Helldivers-be. 9 perc kellett ahhoz, hogy elkezdjek rá beszélni. Na, lejárt az idő, srácok, az Elden Ring nyert. Maradunk Elden Ringen. Vissza is rakom a zenét. Szóval bekerült két új fegyver, ebből csak az egyiket próbáltam még, az nagyon király. Elméletileg van egy másik is, ami kevésbé, de hogy who knows. Big nyeh! A demokrácia döntött! Ez van, srácok, a demokrácia döntött. Hol a vérbe vagyunk? És miért vagyunk itt? Pam 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 pam. Hello! To make adjustments to your garments. Ó, nálad valamit tudunk. Mik ezek a garmentek? Ó, a ruháim. Jó, hát olyat nem hordok, de thank you.
Az a kard, te jó ég! Ugye? Tássika, köszi szépen, hogy Wolfnak is ajándékoztál egy szabot. Bezzeg, ilyenkor van demokrácia! Észrevettétek már, hogy nem jó nektek az sem, hogyha van demokrácia, és az sem, hogyha nincs? Sehogyan sem jó nektek? Észrevettétek tik már ezt? Mert én érzek itt némi, itt voltunk már tegnap, ugye? Itt voltunk már. Demokrácia kutya füle! Észrevettétek, hogy nem jó nektek semmi? És az ellenkezője sem. Örök elégedetlenség, ez történik. Jó, az. Oh boy. Mert mondjuk gondolhattam volna, hogy ez nem az a vidék, ahol be akarunk szállni mindenféle izét, be akarunk menni mindenféle temetőkbe. Mi van veletek, srácok? Semmi? Oké, ez nem esett jól. Oké. Rám robbant a világ is. Ne kocincsad le azt a dolgot, légy szíves. Legyél már szíves ezt nem csinálni. Oké, akkor csinálni. Üsd meg, azt ott üsd meg. Köszönöm. Oké, ezekből lett még több. Szerintetek ezek el fognak fogyni like ever? Wait a minute, ott valaki felállt, akinek abszolút nem kellett volna felállnia. Nem. Rossz koponya. Nagyon rossz, oké. Ez nem baj. Te, meghaltál? Meghaltál. De szerintem ezek felállnak újra. Jó, akkor viszont látásra. Egy öröm volt. Bajsz! Viszlát! Pam. Ez valami fura halloweeni buli? Nem, ez egy nagyon-nagyon fura húsvéti. Ez egy nagyon-nagyon fura húsvéti buli. Képzeljétek el, elméletileg még nem vagyunk bátor Sir Robin. Mi az, hogy bátor Sir Robin? Felkeltek újra, miután megöltem őket. Felkelhetsz egyszer, miután megöllek. De kétszer már nem kelhetsz fel, miután megöllek, mert akkor elmegyek inkább, és nem öllek meg újra. Mit jelent a fészkem alatti szám? Ha tippelned kéne... Kettőt. Hogy mit jelent a fészkam alatti szám, akkor szerintem valaki beírta neked. Próbál az ember vicces lenni, és aztán nem lesz vicces. Már leírták neki, nem tippel. Ja. Nem maradtam a három. Oh. Miért gondoltam azt, hogy te nem vagy ellenem? Nyilván ebben a videójátékban mindenki ellenem van. Elsősorban ti. Ez a special move-om, miatt valaki megkérdezi. De elfáradtam a special move-omban. Jó, kipihentem magam. Na jó, haver, attól, hogy neked van egy pajzsod, attól már jobb lesz, vagy mizu? Képzeld, de nem lesz jobb attól, hogy van pajzsod. Sokkoló, ugye? Lemaradtam mind a 300 halálról, megismételnéd, kérlek? Ó, ne aggódj, fogsz látni nagyon hasonlókat még. Fogsz látni nagyon-nagyon hasonlókat még. Azt ez a három ember miért épített magának ilyen fantasztikus dolgot? Mert mit értitek? Ó, négy. Hogy leasszaszinoltuk hátulról? Srácok, kérdés. Tőlem nektek. Ennek a környéknek hum van a térképe?
Ott van a térképe? Az jelenti a térképet? Pam. Pont jó irányba megyünk. Yes! Nagyon jó. Hát akkor már megyek is a térképért. Útközben minden bizonnyal nem lesz semmi... Ó, ott van valami bezárt boss. Megláttam a Gerestát ágaskodni fent a hegy tetején. Menjünk, megpingeljük majd azt is, megnézzük, hogy van-e értelme. Beszélgettünk Pantival arról, hogy mennyire jó lenne egy kicsit rendszerezettebben haladnék ezzel a játékkal. És értitek, így haladnék is, és nem csak az lenne, hogy... Ó, nézzétek a hátvakaróját! Szóval, hogy épp arról beszélek, hogy nem csak elterelném a figyelmemet mindennel. Haver, eszembe se jutott, hogy azt megkérdezzem, hogy... Wow, neked is vannak ilyen fura dolgaid. Jó, ez szép és jó. Nem kell, köszönöm. Viszlát! Ezt hogy szeretnéd kivitelezni? Miért kell rögtön ilyen kérdéseket feltenni? Hát honnan tudjam, hogy szeretném kivitelezni? Hello, ne fáradj! Hát honnan tudjam, hogy szeretném? Ha tudnám, hogy szeretném kivitelezni, akkor már ki lenne vitelezve? Ki akarna haladni benne? Szóval, hogy az van, hogy így nézek... Oh boy, big boy. Szóval, hogy az van, hogy így nézek más streamereket, és ők így olyan, mintha haladnának, értitek? Így nyitva vannak már nekik így helyek, meg dolgok, meg ilyenek, és akkor így nézem magamat, és az az érzésem, hogy minden streamben haladok valamennyit, de közben mégiscsak az az érzésem, hogy igazából nem haladok így annyira nagyon semennyit. Amihez nyilván hozzátart, nem mondod, hogy az a nyavajás is feláll. Ha az a nyavajás is feláll, akkor tényleg azt nem mi. De másik nyavajás vagy, ugye? Tartsd meg magadnak a kezecskéidet. De tök sok bosszt megöltél. Megöltem tök sok bosszt. Megöltem dolgokkal. Ó, kis csengőjük van. Megáll az ész. Hagyd abba. Azt tudom, hogy az megidéz valamit, szóval inkább ne csináld. Oké, nézzük meg, hogy tudunk felmenni ahhoz, ami ott van. Aha. Hát ez fantasztikus. Jó, elmegyünk a világ végére, és a világ végére visszajövünk. Igen, azt hiszem ez lesz a megoldás. Jó napot, lovas bá! Pam 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 pam. A szereted a homárt kérdés, ez most vajon egy őszinte érdeklődés azzal kapcsolatban, hogy szeretem az ételt, ami így, értitek így az. Vagyis hát az értitek. Vagy egy célzás arra, hogy azt gondolod, hogy meleg vagyok. Ami meg azért valljuk be őszintén, hogy pretty óvodás dolog volna. De hogy közben megértitek, iskolaszünet van, szóval... Szóval lehet, hogy kiengedtek titeket a harmadikból. Játékmechanika. Ez meg egy dolog, amire nem is gondoltam. Meg akarjuk őket verni? Nem. Ha már itt tartjuk, szereted a Harrudit? Ma pont Harrudacska lesz egyébként a kaja. És amúgy igen. És ez az igazán durva, hogy hidegen a legjobban. Mert mind nem értitek, tehát úgy, hogy megsítjük és aztán kihűl. Ami amúgy nagyon fura és nem tudom nektek megmagyarázni pontosan miért így van. Oh boy! Aljas kis gettó hobbitok! Hát ilyet nem csinálunk. De most megtanuljátok, hogy kire ugrunk rája. Oké, az aljas kis gettó hobbitokat nem nagyon találom el. Oké,
Oké, ez most meg, ez most szép volt. Lehet, hogy ők most úgy érzik magukat, mint amikor én egy bosszal harcolok. Mert ugye vagyok annyival magasabb, mint ők, hogy így kiadja a matek, hogy olyan, mintha bosszal harcolnának. És kis gettóbitok. Miskolcra tévedtél? Alex-től tanultad? Ennek a sziklafalnak nem kéne feltétlenül itt lennie. Kételezzük fel, hogy át lehet menni alatt. Ó, át lehet menni alatta. Gyűjtögetem, srácok, ezeket a virágokat, nyilván, mert hogy vannak, szóval gyűjtögetem. Valaki... Ennek a sziklafalnak nem kéne itt lenni. Ó, ez nem az. Pillanat, gettó hobbit, most ne bántsál már egy kicsit, mert éppen nem találom az utamat. Oké, megtaláltam az utamat, minden rendben van. Szóval gyűjtögetem ezeket a dolgokat, és ezeknek van értelme? Crafting alapanyagok. És mit lehet belőlük craftolni? Mert azt tudom, hogy crafting alapanyagok, tehát eddig nyilván én is eljutottam. A kérdés az, hogy mit lehet belőlük craftolni? Szia, user! Mert hogy ugye, szóval a kérdés... Wait a minute. Hol van ennek a környékén mentőhely? Van itt valahol mentőhely? Az ott van lent. Onnan fel lehet ide jönni? Marika van? És én ezt megtaláltam? Mindig van Marika ezeknél. Jó, nagyon jó. This is the spirit. Ha Marika van, az nekem jó. Oké, ez a kör alakú dolog, akkor nem kell. Szia, Geresta! Megölöm először az uratokat, és aztán majd megöllek téged is. Az örök börtön. Parampampampam, paramparamp. Jó napot! Ó, de kis pufi. Azt láttátok, mekkorát bukfencezett? Megmentett az utolsó HP fejlesztésünk, csak mondom. Viktor most jött rá, hogy lehet hátrafele ugrani. Nem mentett meg! Ó, Jézus ereje! Mármint, hogy rárobbant az arcunkra a Pufi bácsi. Nekem ez a Pufi bácsi annyira nem tűnik erősnek. De lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy itt leszünk egész nap. De hogy így kezdésképpen nem tűnt annyira erősnek. Ő miért dob rád a palmot, és te miért nem tudsz ilyet? Én nem nagyon vagyok ilyen varázslós dolog, de hogy egyébként egy kicsit zavaró user, hogy nem értékeled a kardom méretét. Tehát ezt értem, hogy ő napalmot dob, de hogy az én kardom meg akkora, mint hogy nagyobb, mint ő. Kidodzsolta! Megáll az ész! Jézusom! Jó, az első volt ott a körünk, srácok. Innentől lefele. Nem vettem fel a... There goes the money. Megint. Meghallotta, hogy nem erős és mérges lett. Nem vettem fel a szart. Jó, most felveszem és nem kapok belőle semmit. Ezért nem fejlődök sehova egyébként, srácok. Non-stop elosztogatom mindenkinek. Mindegy, így legalább nincs rajtunk nyomás. Az a kar csak kezdődik. Sosincs vége. Hogy úsztuk meg az előbb a napalmot? Ó, hogy egyszerűen csak vártunk. Ó, ebbe a tűzbe nem akarunk ám be. Többször is tudja! Look at him go! Csú, 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 csú!
Még mindig itt vagy? Tyú! Még mindig itt vagy? Tyú! De már az elsőnél meghaltál, csak nem estél össze elég gyorsan! Úgyhogy még egy kicsit sütögeti a pecsenyét! Meg... Hoppá! Grillezés körül. Mekkora parti állat lehet egyébként ez az arc? Mert mint hogy így értitek, így meghívjátok, azt így ő süti a húst. Konyhaművészet.rar. Jól vagy, Viktor, jól vagyok, köszi szépen, tesika. Na jól esett, hogy most aludtam valamennyit éjszaka. Dodge this. Bye! Láttam ám, hogy jön a party. Na, azt megvárjuk. Az van, haver, hogy a tiéd sokkal kisebb, mint az enyém. Tudod, mit kell tudni arról, hogyha sokkal kisebb a tiéd, mint az enyém? Oké, okay, az enyém sem elég nagy. Potiont iszunk, csicskák vagyunk, hát na persze. Jézus ereje, haver, szánalom puttony. Szánalom puttony, én mondom neked, hogy... Nem, azt tedd le, azt tedd le, azt... Hűboly. Egy potionöd van, még potiont inni se tudsz jól. Miért abúzálom verbálisan az ellenfelemet? Ez nem nagyon szép dolog. Viszlát! Mert mint hogy... Bajz. Te is itt áll. Igen, de nekem szabad. Flame of the Fall God. Ó, most már én is tudok Firebolt idézni. 304 nem is olyan sok halál így elnézve. Szerintem egyáltalán nem, ráadásul ez ugye egy ilyen egyszerű dolog volt. Na gyertek, verjük a gyönagelesztákat, ha már elvesztettük a pénzünket, ami ugye egy... Nem mondjátok, hogy ez többet fizet, mint az a másik nyavajás lovag, amivel 3,5 évtizedig küzdöttünk. Kicsit mellé ment. Szóval egy kicsit fel vagyok háborodva azon, hogy ez többet fizet, mint az a nyavajás lovag, amivel 3,5 millió évet küzdöttünk. Őket nem tudom pontosan, hogy miért bántjuk egyébként. De ez a legkisebb. Jó, ez akkor megvóna. Egy kis örömmel kell kezdeni. Tudjátok, ez olyan, mint amikor reggel beágyasztok alvás után, amit én nem szoktam csinálni, de amúgy, mert akkor egy sikerélménnyel kezditek a napot, és az az érzésetek, hogy valamit már megcsináltatok. Szerintetek merre visz minket a sztori? Arra visz minket a sztori? Jó, van 4100 pontom. Azért kell bántani, mert mindenkit bántunk, aki lassabban mozog nálunk. Ez lenne a határ. Oh, wow. Ilyenkor mindig nagyon királynak érzem magamat, amikor így sikerül az ugrást így reszetelnem, de hogy egyébként tudtam, hogy a double jump nem reszeteli a fall damage-et. Szóval, hogy az azt jelenti, hogy ugrás reszetelés nélkül sem lett volna fall damage, és így sem lett fall damage. Szóval igazából jól néz ki, meg minden, de hogy amúgy az ég egyetőleg nincs semmi értelme. Várjatok, lehet craftolni? Wait a minute! Lehet srácok craftolni? Azt a tüzes zsírt, amivel meg lehet kenni a fegyónkat? Livi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 47 hónapot, nagyon-nagyon király. Itt valami nem lehet megítni a térképet. Ó, remek!
A baj. Igen, remek. Cool, cool, cool story, brada. Cool, cool story, brada. Látjátok? Én mondtam, hogy nem reszeteli. Én mondtam, hogy nem reszeteli. Úgy nézhet ki, mintha reszetelné, de nem reszeteli. Hogy néz ki szegény paci? Hát ő ilyen, neki kecske szarva van. Azt mióta izé, buddy shame-eljük a lovakat? Ó, milyen szép. Szép ez a környék. Mióta kin van a játék azóta? Mint hogy azóta buddy shame-eljük az összes lovat, mióta ez a játék kin van? Szegény lovaknak akkor ez nem jött be annyira. Szerintem jó irányba jöttünk. Onnan gondolom, hogy jó irányba jöttünk, hogy miért nem lehet... A lovon nem lehet megnyitni a térképet. Nem, amúgy sem lehet megnyitni a térképet. Miért nem lehet megnyitni a térképet? Mi ez a nagy, ami ott mozog a fák között? Ó, nem olyan nagy az. Egészen kultúrát méretű. Szerintetek a fancy kastélyba megyünk? Veszünk a fancy kastélyba. Ó, no, hát ez teleport. Öppá! Bájz! Nope. Megnézzük távolról, kik ezek. Ah. Hogy megnéztük őket távolról? Szia Vivi! Oké, az az érzésem, hogy lehet, hogy arra kell mennünk, amerre vannak a... Ó, itt lehet idézni. Mert lehet itt idézni? Én nekem az az érzésem, arra akarunk menni. A valódi kérdés az az, hogy meg tudjuk-e azt csinálni? Ó, Jézus Isten, miért van ennek is ennyi keze? Miért van itt mindennek ennyi keze? Good! So far so good! Van crafting kited, amit Kalinán lehet venni, és kellene cookbookok hozzá, azokat tudod craftolni, amik benne vannak. Helyzet kezelésre? Hue. Oké, nekem az az érzésem, hogy ezeket nem feltétlenül fogjuk könnyen kezelni. Oké, most már nem is találom azt a helyet, ahol voltunk. Etol. Oh! Azt a csótányt nézzétek! Ó, oh, ez egy rák. Ez egy rák. Oké, ez egy rák. Minden rendben van, nem csótány. Akkor nincs nagy probléma. Sniper rák. Ó, oh, ez a homár. Oh, that's great. Ha átjöttem, nem jöttem át, teljesen máshol vagyok, mint gondoltam. Tök rossz irányba indultam el. De vissza kell mennünk a pontjainkért, szóval... ja, ez van. Először is nyilvánvalóan gondolom, homára nem kekeckedünk. Főleg így, hogy nem vettük még felénk jön. Ez a rák ad larvát írt, ami így értitek, tehát hogy mintha ez alapján így tudnom kéne, hogy ez micsoda. Már nem voltak pontjai, de leesésnél eltűnte. Ó, oh, Istenem, nem mondod, hogy megint elvesztettem 4000 pontot? For no reason at all. De igazából pont ezt mondod. A kérdés, ha van egy halom ellenfél, akit nem tudok legyőzni, át akarok-e menni azon a kapun, amit védenek? Logikailag. Mert mint értitek. De hogy így...
Kéne még egy számláló az elveszett rúnákért, Jézus Isten, azon nagyon nagy szám lenne. Kicsit kiverte a gaz, de amúgy ez egy szép, szép kastély. Szia Kristóf, mi a helyzet? Jó reggelt! Kialudtad-e magad a délelőttös heted után? Azt veled nőm. Na nézzük meg, hogy mit mondta, hogy oda sétálunk a furcsa kapuhoz. Hol vagyunk egyáltalán? Mit jelent a 306? Hát... You cannot proceed without a glintstone key. Oh, that's a shame. That's a real shame. Honnan szerzünk ilyen fajta kulcsot? Olvasd el a levelet, amit most vettél fel. Hogy olvassam el a levelet, amit most vettem fel? Jobbra egy sárkány mögött lesz a kulcs. Egy mi mögött? Egy... Lent. Egy mi mögött? Nem kell leverni, el is lehet lopni. De le lehet verni? Mert akkor gondolom érzitek ti is, hogy... Jó van. Remélem ebből még sokatok van, mert ez jó volt nagyon. De vajon le tudjuk-e verni? Ez bizony... Ó, nézzétek, micsoda kaszája van. Ó, az mozog! Kérdéseim vannak. Sem sincs a kérdésem. Erre nem okoztunk sebzést, viszlát! Meg kell állítanunk a japán kézművesipart. De megám, hát haver. Hát nézd meg, miket gyártanak. Ne, azt tedd le! Letette. Az bizony letette. Ez a teremtés nem valami szép. Fúli van, akkor meglepetések lesznek neked itt ebben a videójátékban. Meglepetések lesznek neked itt ebben a videójátékban. Itt tematikusan nem nagyon szépek a dolgok. Arra kellett rájönnöm. Mondhatnánk ki azt is, hogy itt ez a szokás. Ti-di-di-di-di-di. Hátulról üssed, mert az majd jó lesz. Hogy a vérbe üssem hátulról? Hát úgy fordul, mintha nem lenne holna. Nyilván már megint erre néz. Oké. Okay.
Hátulról ütöttem. Jó, jó. Kipörög a kereke. Talált. Itt az én időm. Az ég áldjon meg téged is, anyava, ezt szekereddel. Mi az Isten ez a szerkezet? Ja, pontosan ugyanez az én érzésem is. Az én kérdésem is az volna. Értitek is, akkor ezzel harcolunk, de amúgy egyébként egy sárkányt keresünk éppen. Na, várjátok, az ott egy katona. Ne vedd elő a kék gránátodat, mert... sírás lesz a vége, és én fogok sírni. Az is egy katona. Legalább nem vette elő a kék gránátját. Oh, Smithing Stone! Erre nem számítottál még. Tudod, ki nem számított erre még? Én. Én sem számítottam rá. Azért látszik, hogy minimál bérem vannak foglalkoztatva. Jaj, azt mondod, hogy nem rakják bele igazán az izmaikat ebbe az emelésbe. Nem ők az itteni ellenállás helyi lift, heavy lifterei? Lehet, hogy neki nem volt kék gránátja, mert a többiek elvették tőle. Lehet, abszolút, ez például tökre megérte volna. Nézzétek, itt el lehetett volna osonni a... Honnan a vérből kerültél te ide? Yeah! Osonni? Mi? Soha? Ez nem igaz, néha osonunk egyébként. Hát nagyon célzottan osonunk. Olyankor szoktunk osonni, ha éppen van valaki specifikusan, akit hátba szeretnénk verni. Akkor olyankor osonunk, igen. Ez vitathatatlan, olyankor osonni szoktunk. Aha, ez biztos, a fura srác, az biztos, hogy mindjárt kisétálok. Bár egyébként, ha nem sétálunk ki a fura sráchoz, akkor nem fogjuk tudni, akkor nem lesz semmi kreditünk, hogy elveszítsük. Ezt azért gondolom mindenki érzi, hogy ennek a súlyát. És ha ugye nincs mit elveszíteni, akkor minek csináljuk ezt az egészet? Anélkül értelme sincsen. Na, ez tuti egy olyan hely, ahonnan kullancs menne a lábamba. De most például... és tele lenne pókkal. Ó, oh, nem, ez felénk néz! Hát az arcában nem fogok beleosonni. Ó, oh, lehet, hogy ő nem is ellenség. Ó, oh, ne, ez is az ujjaimat akarja. Ha fogadjunk, hogy mindjárt kitalált, hogy úgy tudod olvasni az ujjaimat, ha belenyúlok a szemgödreidbe. Kis nyugdíjas. Ja, de a csirke farhát a lényeg. Nicholas favor can be a slaughter. Zsuzsi néni. Mi tetszett dolgozni, nem eddig dolgozni tetszett? Irodai kisegítő volt, ugye? Képírónő. Mintha hiányozna a szeme. Itt vannak dolgok, amikkel nem adunk. Na, nénye!
Van erre valahol egy sárkány? Tetszik-e tudni, merre van? Veszek a Mánali körjéből, ha tudja. Na, ez nem tűnik egy olyan helynek, ahol itt le tudok ugrani. Azt neked kiültetett ide az asztalra? Valaki ide hozta ezt az asztalt, abban biztos vagyok. Lepókhálósodott a kis takarója. 29 óta viseli a falu szépe koronát. Kicsit halk a játék. Már adom is a hangot, bár nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy mit akarsz pontosan hallani. Mert hogy ezt a nénit én például nem azt tuti. Jó, akkor lemegyünk a lépcsőn. Pam pam pam, parapapapapam. Ah, nektek gránát, ilyen gránátos srácnak tűntek. Milyen tisztelet tudom, megvártam, meddig a haverjának a derekát levertem. Trum trum tom tom tom, trum trum tom tom tom, trum trum tom tom tom, trum tom tom. Ó, már megint jönnek kék nyavajás gránát. Oh boy. Oké. Tételezzük fel, hogy... Itt valami szörcseg. Aaaaaaah, egy rák! Itt, ez a videójátéknak lehetne egyébként a címe. Elden Ring, és így alcím, itt valami szörcseg. Hogy letérdeltek előtted? Ja, Legion-t akartak váltani, és át akartak jönni ide hozzám. De az a helyzet, hogy nem tudnám őket etetni. Látod, jobb lett volna a sztárgyú. Ők abban nincsen... Ők csúnya néni van. Az vitathatatlan. Golden Seed! Hát abból... azzal tudjuk pimpelni a potionjeinket. Emellett pontosan hogy sétáltam el? Ide teleportáltál. Ó, oh, ja, ez nem teleportáltam át. Az jó, mert akkor most szinte biztos vagyok benne, hogy valami rám fog ugrani. Először is. Megtacsoljuk a sárga vízben lebegő dolgot. Hogy? És aztán pedig... frissítjük a térképet ennek a toronynak a megmászásával. Oké, nem nyilvánvalóan ez nem az a játék. Jó, men! Arra kéne menni, de nincs meg a sárkány. Oké, segítsetek srácok, hol a sárkány? Azt mondtátok, hogy jobbra, de melyik irányba jobbra? Ilyen east, jobbra, levél. Nem akarom elolvasni a levelet! Mert ott meg abba kell segíteni, hogy megtaláljam a levelet, hol kell elolvasni. Tehát vagy elmondjál... Oké, lehet, hogy bejelöli a térkép. Hogy kell elolvasni a levelet? Inventory, meeting place... Levél, és mindent elmond. Inventory. Hol vannak? A levelek. Oké, itt csak az újak vannak. Itt a lebegő állataink vannak, itt a gedváink vannak, itt a kavicsaink vannak. Egy pillanat. Oké. Szóval ott tartottunk, csak ezt gyorsan meg akartam csinálni, mert elfejtem. Tovább, tovább, tovább. Itt vannak ezek a dolgok. Itt vannak ezek a dolgok, ezek a dolgok, ezek a dolgok, ezek a dolgok, ezek a dolgok. Ezek a dolgok, 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 ezek a dolgok. Oh, ez egy levélnek. Meeting place map. Use. Leave selected number. Kukucs. Aha. Aha. Simple map found on a corpse.
seems to point to a meeting place. The man it came from, surely desired one. Okay, kastély, sziget. Jó, próbáljuk ezt összevetni a... Próbáljuk meg ezt összevetni a tudásunkkal. Nézzük meg ezt újra. Ez a Sea of Thieves-ben jobban ment. Az volt, ugye? That is the fura sziget. Oké, okay, hanyas. Kettes. Fel akarjuk venni az elveszett... Oké, okay, zavar, hogy ott van a térképen, felvesszük. Param, param, pam, pam, pam. Ez egy hatalmas üres plac, itt valami biztos, hogy... Aaaaaah! Az... Átszaladtam két olyan sniper bigyó között! Mert nyilván ez volt a terv. Hogy átszaladok a két sniper bigyó között. Tíz percig néztem a térképet, mire megtaláltam. Nézd, mindenkinek más feladatok mennek jobban, meg rosszabbul. Szerintem ez rendben van. Hova a vérbe? Oké, okay, most már mindjárt ott vagyunk. Bip-bip! Szóval a jelöléseket azért hagyom a térképen, még nem sikerült levennem őket. Oh, wow! Ez aztán igazi road rage! Csak azért, mert azt mondtam, hogy bibip! Haver, nem ajánlom neked az M0-ást. Ó, Jézus Isten, ami az M0-áson történik néha. Ó, nézzétek, egy ilyen, ilyet már megvertünk egyszer. Az sem volt szuper fun. Vagy az M1-est. Azt nem vágom annyira, de el tudom képzelni. Az M0-áson, amikor így elindultam, Békés-Szentendresre most a héten, és aztán itt tudjátok, így megálltunk az M0-áson. És kicsit parkoltunk. Szép az a kastély. Megépíteném Minecraft-ból ezt is. Szerintem az ott nem véletlenül van. Körbe rakva rákokkal. Viszlát! De csicsiznek. Hadd csicsizzenek, hát nem akarjuk őket csak azért felkelteni, mert értitek. Valamiért. Fura dolgok vannak ezekben a mocsarakban. Az például mi a rákom? Ó, az valami dologgal a kezében, ugye? Ja, jó, az akkor ez úgy annyira nem ijesztő, hogy ez nem a nyaka, meg a feje. Mocsári Ezio. Igen. És ez pedig a Hidden Blade-em, mint láthatod. Mármint, hogy nem láthatod, mert ugye hidden. Ez egy fontos dolog. Hogy azt hiszed, hogy látod a Blade-em, de nem látod a Blade-em. Szia, Memoru! Jobban vagy már? Miért írta, hogy Stardew? Mert elfelejtettem frissíteni az üzenetet. Elnézést. Nem akartalak átverni. Se téged, se Wolfot, se Vivit, se Flót. Senkit nem akartam átverni. Így alakult. Ó, ne hadonásszál te azzal a dologgal a kezedben. Van olyan spell, ami a fegyveredet eltünteti. Az istenért lenne ekkora kardom, ha azt akarnám, hogy eltüntesse. Ó, nézzétek, ezek ilyen...
Lebegő ganajtúró bog. Ah, dec a sárkány. Csicsizik. Ő is. Elveszed, akkor fel kell magától. Tőlem. Na. Már nem csicsizik. Szerintem most engem néz, miközben itt lopakodok. Hello! Ez egy szar sárkány, mert mint hogy nagyon rosszul csinálja a dolgát. Meg tudjuk ezt a sárkányt ölni? Vak. That sucks. Ó, nem vak ez annyira. Fura egy vak sárkány ez az én ízlésemnek. Meglehetősen sokat lát. Én mentségemre szóljon, én megpróbáltam dodge-olni, csak nem sikerült. Szóltam! Oké, okay, hogyan kereszt vajon? Miért ezek egyáltalán közel kerül? Nyilván sokkal egyszerűbb lenne, ha ott lennék mellette, és nem csak 20 méterről nézném egy... The heck! Itt útközben kihagytam valamit, ugye? Sárkánytól délre van egy grész. Oké, okay, meg akarjuk ölni ezt a sárkányt, vagy menni akarunk tovább? Én egy kicsit szeretném megölni. De hogy meg tudom ölni vajon? Nem éri meg szerintem. Igazából elloptuk, amit el akarunk lopni, nem? Közben csak nem hagyhatunk egy sárkányt lófrálni, meg amúgy is szegény vak. Nem jó neki. Hogyan lehet lóhátról harcolni? Bár mondjuk most már vagyok elég erős az, hogy félkézzel tudjam használni a kardot, szóval alapvetően tudok lóhátról harcolni. Jó, de csicskák vagyunk hozzá képest. Jó, de kihez képest nem vagyunk csicskák? Ez egy ilyen vidék. Mindenkihez képest csicska vagy. Gyok. Mert te lehet, hogy nem vagy csicska. A kérdés tényleg az, hogy mit nyerünk azzal, ha megöljük. Mert hogy valószínűleg el fogunk tölteni itt egy csomó időt. Hol lehet a grész? Én itt lennék, ha grész volnék. Hopp! Otta ne. Jó, leszállnál a lóról, hogy megtacsold a grászt, mielőtt, érted, meghalsz.
sárkány szívet meg némi... Ú, lehet valamit csinálni a sárkány szívből. Mit is lehet csinálni a sárkány szívből? Pörköltet? Spell. Pálinkát. Ó, de hogy én ezeket nem is akarom használni. Mondta Viktor. Rohan lovasai! Na, ihent ki magad. Au. Oké, ez nem ment rosszul egyébként, sokkal jobban ment, mint gondoltam, hogy fog menni. Aztán nyilván jött a tűz meg a dolog, szóval ott... Oké, igazából a halványelképzelés, nem sincs, hogy mit csináltam. Csak mentem körbe-körbe, és aztán így sup-sup-sup... hadonáztam. Használd az ugrást a lovon, mint a gurulást. Jó. És aztán az alkalmak felén, meg a staminával volt is zoom. Azt hiszem az a lába. Ez a ló, ez most máshogy alakult. Le tudom-e idézni újra a lovat? Oh-oh. A válasz az, hogy nem. Az első körben miért nem halt meg a ló? Szóval, hogy az első körben, amikor... Ott miért ért túl mindent a ló? Az ilyen tiszteletből történt? Mert hogy szerintem egy csomó minden eltalálta a lovat. Ahogy heal flaskába kerül, jó, az nem annyira vészes. Szerencséd volt. Oh, shit. Ez baj. Ez nehezen reprodukálható. That sucks. Azzal mi van? Hát haver, hát... Álljál már ki az arcomból. Jó, mindegy. Elkapta a szúnyogot! Elkapta a szúnyogot. Ennek nem tudom miért örülünk ennyire, de elkapta a szúnyogot. Oké, szóval vissza tudjuk idézni. Itt most nem volt aktuális, mert mi is meghaltunk a vérbe. Ó, és meg lehet idézni dolgokat.
Hát srácok. Lol. Hát már jön is a medúza. Kint vízben szörny, bent hajóban víz. Hol a medúzám? Tudnám ugye nyilván arcon szúrni. Semmi baj. Ez pont így terveztem. Ki akarja arcon szúrni? Szeretnék rálokkolni videójáték. Hola? Oké, megvan. Semmi baj, még élünk. De ne a Nóra, a... Találtuk. Oh boy. Tudjátok, ki talált még el minket? Túl sok a sprintelsz a lóval, elviszi az összes staminádat. Ez igaz lehet. Mert hogy gyakorlatilag semmi más nem csinálok, csak nyomom a B-t. Úgyhogy ezt... Szoktad fejleszteni a medúzádat? Lehet fejleszteni a medúzámat? Használni sem nagyon szoktam, nem hogy fejleszteni. Tök büszke vagyok magamra, hogy észrevettem legalább, hogy itt lehet. Érted? Pam 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 felvenném, ha én lennék a te. Pa 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 pa. Aztán hogyan? Hát de nem is arra ment a tűz, mint amerre én! Jó van, sárkány, mindegy, akkor csajjál, ha máshogy nem megy. Dungeonökből kell virágokat gyűjteni, amik tudom meghízik, és akkor már jobb lesz a sebzése. Oké. Okay. Az nem baj, hogy a feje mellett van pont.
érzem magam a lovam nélkül. Ne már! Nem tetszik nekem ez a fight annyira egyébként. Nem érzem, ez a lovas harc, ez nem annyira adja. Szia, Zeni! Ez a lovas harc dolog nem annyira adja, így ugye nyilván ugye, nincs előttem annyira feltétlenül, de közben nem igazán érzem azt sem, hogy ló nélkül bármit tudnék itt csinálni vele, de hogy így nem igazán érzem azt, hogy, hogy akkor így tudjátok, hogy így ténylegesen tudom, hogy mit csinálok, hanem inkább azt érzem, hogy csak szaladgálok, meg hadonászok. És... Semmi baj, ez csak a ló volt. Nem tudom szúrni a sárkányt, a sárkányt. Oh, big boy! Ne segíthetne, ha többször ütnéd meg. Hát ez a helyzet, hogy teoretikusan szerintem is, de közben a gyakorlatban. Szerintem most nem sikerült szemen szúrnom. Nem volt az effekt. De közelebb, sokkal közelebb voltam, mint amikor lóval próbáltam. Mármint, hogy a szemen szúrás az amúgy egy legyőzési, ez nem. Ó, már megint a fej előtt van a... Szia, Timi! Amit keresünk. Hello. Hello. Nem alakul jól. Nem alakul jól a dolog. Az van egyébként, hogy tudom, hogy nem ezt írtad, Seres, semmit nem írtál mi ezzel kapcsolatos, de az jutott eszembe arról, amit írtál. Szóval, hogy az van, hogy amikor csak össze-vissza rohangáztam, és megpróbáltam nem belevinni semmilyen taktikát, akkor sokkal jobban ment. Ezt látjátok ti is? Oké. Okay. Nem kéne feltétlenül lovon lennünk. Jó. Nekem ez oké. Okay. Hol vannak a runáim?
Ah, megvannak. Nem hiszem, hogy fel tudok, nem az az érzésem, hogy fel tudok elég gyorsan ugrani a lóra, mert mint hogy én nekem megvan a skillem hozzá, hogy felugorjak elég gyorsan a lóra. De tény és való, hogy így azért sokkal többet ütöttem bele. Per másodperc. Inkább. Ebben sem vagyok teljesen biztos. De tudjátok, mi volt az igazi hiba? Nem idéztem le a medúzát. Hola! Hol a kardom? Hol a kardom? Megvan. I tried so hard. Elfogadsz egy tanácsot? Az van, hogy nyugodtan lehet írni a tanácsokat, általában nem lehet. Ezekben a streamekben nyugodtan lehet írni a tanácsokat. De van egy csomó tanács, ami alapból lepereg. Van, amit meg nyilván megpróbál megfogadni az ember, de például az ilyen váltsa a fegyvertípust, mit tudom én, az ilyenek, azok így leperegnek, az nem számít annyira. Szia, Venci! Próbált kevesebb griddel. Jó. Próbáltam kevesebb griddel.
Honnan jutott eszedbe a targetváltás? Azt hittem a medúzát nézed. Nagyon rossz irányba ugrottam. Na, ez nagyon nem volt jó irány. Jelöld ki a fejét, és csak azt tűzd, amikor tudod, amikor tűzzel, akkor használd csak a fejét üssem. Tök fura, ez tökre szembe megy eddig azzal, amit... Jó, ütöm akkor a fejét, megpróbálom ütni a fejét, inkább így mondom. Nem tudom nagyon gyakran ütni a fejét. Megpróbáltam ugrani, csak nem sikerült, valószínűleg nem volt, ami nem éppen. Nem, én nem látom, hogy valaha tudnám ütni a fejét. Mármint úgy értem, hogy... Hogy sose érem el. Valószínűleg a sima attack az jobban fog működni talán. Hol a piócám? Helyett a medúzám. Helyett a... Értitek? Hol van a szellemfrendóm? Onnan, ha lennél szíves lemászni. That was anticlimactic. Okay, let's szíves lemászni. Itt volt a szünet, vagy mi? Szerintem kiment a területéről, és
és egyszerűen visszaspanolta a játék, de hála az égnek összetelte a HP-t, mert akkor agyvérzést is kapok. Ez zseniális egyébként, hogy levált róla a lock. Oké, ez már egy kicsit az volt az érzésem, hogy jobban van elképzelésem arról, mit csinálok. Nem sokkal, de jobban van elképzelésem arra, hogy mit csinálok. De majdnem levittük félig, de már vittük majdnem le félig, nem? Nincs egy talizmárod, amiatt fire resistant? I have no idea. Jó, akkor mindegy. Ennél jobban kell lőnöd. Nem a sárkánynak, a sárkánynak nem kell jobban lőnie, a medúzámnak kell jobban lőnie. Átmennék mögéd. Megtennéd, hogy nem figyelsz egy kicsit? Nem, valószínűleg nem tenné meg. See you later, super fura alligator. Volt egy teóriám azzal kapcsolatban, hogy a kövek megvédenek.
Azt hiszem, a kövek nem védenek meg úgy, ahogy gondolom. Dani, kezd szépen a 2 hónap Prime-ot. Elhittük. Egy pillanatra elhittem, hogy ott biztonságban vagyok. Nem voltam. Na hát ki van valójában biztonságban a mai világban? Ez nem egy elfogadható game theory. Nem, ez nem az. Ez nem egy elfogadható game theory. A kövek nem védenek meg, vagy emögül a kő mögül pont kilógott a fejem? Na, ebben nem mentem bele elég gyorsan. A medúzát. Ott a medúza, azt ad bántsad. Oké, a medúzát medúza bántva lett. A medúza mint egy ki lett bántva a világból. Bye! Nem bye. Szikla. Ma is van jeleményjáték? Nincs. Miért valahol bennmaradt? Aj, miért is csináljuk ezt? Megbeszéltük. Igazából ettől már elvettük azt a cuccot, amit el akartunk venni. Az a helyzet, srácok, hogy ettől már elvettük azt a cuccot, amit el akarunk venni. Itt most már csak a mihez tartás véget zaklatjuk. De amúgy nagyon sokat tanulunk a lóról való harcolásról. Akartam ma nagyon sokat tanulni a lóról való harcolásról, nem? Sztárgyú mellett maradt bent. Ja, aki, ja igen, ott bent maradt, igen. Ott bent maradt. Akartam volna, hogy ez nem egy rossz kezdés, de nem is egy jó. Még? Hogy hol lehet a... Megakadtunk a kőben! Megakadtunk a másik... a lángban. Ugyanaz éremére a fekete lovagot is gyepáltuk. Szembe jött. Igen, az is véletlenül jött szembe egyébként. Szívét el akarjuk venni, nem? Annyira nem amúgy, mert attól ilyen sárkány képességeid lesznek. Én meg amúgy nem akarok annyira... Szerintem lóhátról nincs animáció. Milyen animáció nincs? Ja, hogy nincsen az az animáció megcsinálni. Le kéne szállnom? Tehát kinek van arra ideje, hogy leszálljon?
Hello. Pedig az olyan jó volt, ahol ott a sziklánál elrontottam végül amúgy. No worries. Minden a legnagyobb rendben van. Ezt akartam. Ezért nem haladunk sehova, srácok. Teljesen fölösleges dolgokat verünk teljesen fölösleges módon. Ezért nem halad sehova ez a végjátszás. Vagy hát végjátszás, értitek? Ez a játszás! Köszönöm, a ló nincs jól. A ló nem volt jó. Jaj, ne csináld már ezt! A ló nincs jól. Ha esetleg valaki gondolkozik azon, hogy van a ló nincs jól. És én sem. Most készülünk menni agyonvágni a teliholdas csajt? Nem tudom. Soha nem fogunk elszabadulni egy olyan sárkány mellől. Én szerintem ezt egy kicsit hagyjuk. Mit szóltok? Elmegyünk, tudom, hogy ebben nem vagyok nagyon jó, ebben a kicsit hagyjuk részben. Elmegyünk, összeszedjük a kristályainkat, megfordulunk és megyünk. Ez még nincs olyan közel, mint amennyire szeretném, hogy legyen közel. És alapvetően elloptuk már azt, amit el kellett lopni. Szóval... Térjünk erre majd később vissza. Jó molka volt ez a sárkány. Fejlődtünk nagyon sokat. Azóta Viktor leginkább önmagának. Reméljük fejlődik a most hagyd abba képességed. Ennél a harcnál remélem sikeresebb lesz az első My Gombóc levesem. Hát én nagyon drukkolok, Eiko. Én remélem, hogy sikeresebb lesz az első My Gombóc levesed.
Kéne találni, hogy még egy kulcs kell, mert sírva fakadok. Akarunk mi oda menni, ahova ez a lift visz minket egyáltalán? Hogy ne akarnánk? Persze, hogy akarunk. Oh no. Végül is erre mutat a cucc. Úgyhogy... Ó, a másik irány az valószínűleg a kiárat, vagy ilyesmi. Hopp, ott világít egy virág. Kettő kulcs kell. Egy, hogy ide be tud jönni, egy, meg valakinek oda kell adni, hogy valaki más is be tudjon jönni. Oké, okay, so far so good. Jó, ezt hagyd abba. Oké, okay, good. Emlékeztek arra a brief, nagyon-nagyon rövid, nagyon-nagyon rövid 10-20 percre, ameddig erősnek éreztük magunk. Arra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rövid 10-20 percre, amikor az előző streamben, vagy az előző előtti streamben, oké, okay, az hova visz? Volt olyan? Volt. Egy nagyon-nagyon rövid 10-20 perc, ameddig így alapvetően erősnek éreztük magunkat dolgokkal kapcsolatban. Ja, én emlékszem. Stardew-ban ez sosem fordult volna elő. Nem, Stardew-ban ez valóban sosem fordult volna elő. Az a helyzet, hogy ezzel nem tudok vitatkozni. Stardew-ban a falusiak, azok nem bántalmaznak. Mert is nem ilyen nyíltan. Pedig ha tudnának... Ja... Ha tudnának, ők is bántanának. Na fogni inne azt a nagyon nagy kardot. Oké, ennek nem feltétlenül mondanám, hogy érzem a ritmusát. Jó! Fantasztikus! Good. Ők nem fáradnak el soha, ugye? Hát ez hihetetlen. Oké, és még csak fel se tudtam venni a kis... Ez nem az én napom. Srácok, ez nem az én napom. Ez nem az én napom. Valaki mondja meg Viktornak, hogy ez nem Pokémon, nem kell megszerezni mind. Majd átadom. Ezek csak ilyen ajtónáló népek, nem? Mert mint hogy... Miért van ezeknek ekkora fire rate-jük? It's fine. Ezt pont így terveztem. Mehetünk is? Minden legnagyobb rendben. Nyomjad ezt az ajtót, haver! Ne ezzel... Oh god, van belőle egy nagyobb. Miért eszedbe jut bármi hülyeség? Neked eszedbe jut bármi hülyeség. Oké. Okay.
Őt leambusoltuk, mielőtt eszébe jutott volna bármi hülyeség. Ez volt az egyetlen dolog, amit fel tudtam mutatni. Ó, Somber Smithing Stone! Azt hiszem még nem kell, de jó ha van. Gyűlik. Egy kis pénz. És mindjárt kiderül, hogy nem is erre akartunk jönni. Mindjárt megyek. Ó, nem, oda megyek azonnal. Már megyek is lekattintani. Megtácsolom a fényt, én ezeken nem akarok többet átgyalogolni. Abban biztosak lehettek. Már megint egy nyavajás várban kalandozunk. Ez egy ilyen témának tűnik ebben a játékban. Mondta Viktor egyébként nem a világ legokosabb dolgát bele a mikrofonba. Akartam mondani, hogy látlak, de téged nem láttalak. Oké, ezek innentől alapellenfelek. Nagyon jó. Az alapellenfeleket szeretjük. Látom ám a szemedet a bokorban. Azt hiszed, ne, hogy nem mi? Látszik, ahogy világít. Hát tényleg... Igazából nem is akartok engem megállítani, ugye? Na, ha valaki alacsony órabérben van, akkor azok a zombik. Oh boy. És hogy meg kell ezeket ölnöm amúgy egyáltalán. A válasz valószínűleg az, hogy nem. De közben ez egy kis sikerélmény. Ezek dolgok, amiket megölünk. Nem olyan dolgok, amiket nem ölünk meg. A kutyák. Hogy már mit? Mekkora fan veled itt harcolni? Minden rendben van. Haladunk. Van itt még egy pár sír. Amúgy is ki ás el hullákat? Ki ás el hullákat ilyen magas hely? Oh boy. Haladunk, de már nem sokáig. Oh god. Ez azt jelenti, hogy igen, arra szeretnék mindenképpen fókuszálni, ha meg... Hogy előbb vagy utóbb találunk... Szerintem ez nem halt meg. Előbb vagy utóbb találunk valamit, aminél így elakadunk majd? Ez ilyenben a játékban olyan nincs, hogy mi elakadunk valahol, szóval... Szóval ettől nem félnék. Soha nem akadtunk el még semmiben hosszabb időre.
Oké, ezek a kutyák nagyon lelkesnek tűnnek. It's fine. Emlékeztek, amikor sikerélményről beszéltünk? Ma nincs. Ma nem jár a sikerélmény. Ez a szent nap. Ez a szent nap, amikor nem jár sikerélmény. Oké, taktikát váltunk. Én ezeken végig még egyszer nem gazolom magamat. Szevasztok, srácok, ne fáradjatok! De se fáradj! De se fáradj! Oké, te egy kicsit fáradhatsz, de hagyd abba te is gyorsan a fáradás, mert ide ér a kutyus. Ez jó, ez azért ez jól esett. Oké, ez mondjuk azért ez jól esett. Látni, ahogy szegény kutyus, aki... Na, oda biztos, hogy nem állok fel. És biztos, hogy a játék azt akarja, hogy felálljak oda. Hello? Veled mi a helyzet? Semmi? Hát nyilván valamit lőnöd kell avval a szarral. Mutatom, hogy kell használni egy kardot. That's anticlimactic, ahogy... Hogy... Akkor megyek innen. Oh, Somber Smithing Stone. Oda bizony fel kell majd állni. Persze, biztosan tudom, hogy fel kell majd állni. Csak előbb összegyűjtünk innen mindent, tudod, amihez nem kell felállni arra a fura dologra, ami forog. Jó, innen elvettünk mindent, mehetünk vissza, felállhatunk a fura dologra, ami forog. Egy kicsit megijedtem, hogy mellé megy a dolog. Építenék ilyet Minecraftban, ha nem lenne már egy fantasztikus liftem. Ugyebár, de van már egy fantasztikus liftem. Meg lefele is lehet vele menni. És akarunk mi most épp menni lefele? Valószínűleg lefele majd valahol máshol lehet menni, mert szerintem itt nem lehet ráugrani a lefelére. Legalább van egy kisebb meglepi... Ó, fogadjunk, hogy az is megöl. Fogadni mernék, hogy az is megöl. És amikor azt mondjátok meglepi, akkor teljesen biztos vagyok benne, hogy nem arra gondoltok, amire én. Oh, no, 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 mielőtt elkezded a hülyeségedet azzal a vacakkal, vagy te nem az a fajta srác vagy? Igen, szóval, hogy mielőtt elkezded a dolgaidat azzal a varázspálcával, előtte verlek inkább agyon. Egy tortára lesz az gyertyákkal, ami megöl. Hello.
Azt hallottam, az olvasás jó. A Oh boy, van beled még egy. Oké, okay, ezt most sikerült kidodzsolnunk, úgyhogy we good. Van is egy pár kis pontunk, hogy elveszítsük. Hát már rajta is vagyok az elveszítésen. Jézusom, mennyien vagytok? Hát lehet itt futni vajon? Be a polcba bele kéne ütni, amiben az item, ami előtt az item volt. Bele kéne? Megyek, beleütök. Ott volt az item, ugye? Az igen. Ezt a teraszt, ezt el akarták rejteni itt a mindenki elől. Ez egy boss run. Mi ez a boss run? No, no. Eszedbe se jusson. Oké. Okay. Itt a jó taktika. A boss run vajon azt jelenti, hogy a dolog, ami mellett elszaladunk? Ott még lehet tovább menni. Semmi baj. Bye! Bosszrán az, amikor a mentési ponttól futsz a bosszig, és közben minden tele van enemivel. De ez borzalmasan hangzik. Valaki emlékeztetne, miért nem Stardew Valley-zek éppen? Erre lehet? Ez mind? Az egész játékban van körülbelül 2 vagy 3. Ez azt jelenti, hogy ahol most vagyunk, az így rossz. Különösen. Oké, okay, és... Cliffnél jump lefelé. Oh god. Aj, tudjátok, mi volt utoljára, amikor egy cliffen jumpoltam lefelé? Találtunk az alján egy lovagot. Nem le. Ó, oh, fel! Fel! Ó, oh, azért. Akkor nyilván nem fogunk lovagot találni. Viszont azt a... azt a cuccot, ezt láttam már lentről is, hogy van. Oké. Okay. Oké. Okay. Szóval azt mondjátok, hogy lehet, hogy érdemes lenne... elszaladni mindenki mellett, mert a végén egy boss van, és nem érdemes a HP-nkat csökkentenünk. Vagy nem, nem ezt mondjátok. Ti nem ezt, ti azt hiszem nem ezt mondjátok. Jobbra menj! Most el kell, rossz napot választottál a demokráciához ragaszkodásra. Lehetett ez volna Stardew is. Lehetne ez egy tapasztalata. No. No. Jobbra menj, majd élesen balra. Oké, okay, először is. Oké, okay, ez leszaladható. Azt nem tudom, hogy a bosszal akarok-e harcolni a mai nap folyamán. Ez egy kutya.
egy karddal. Ez egy kutya egy karddal, srác. Oké, igazából egy róka, de nem ez a lényeg. Red Wolf. Farkas. Ránézésre róka, mert vörös. De igazából mondhatjuk azt is, hogy Red Wolf. És akkor finiseljük a dolgokat ezzel. Na jó. Bye. Jó napot. Hello? Még egy kicsit bemelegítünk. Még egy kicsit bemelegítünk. A többi rész már, a szaladás rész már egész jól megy. Nagyon jól használja a kardot állat létére. Igen, meg az összes többi dolgot is. Tudjátok egyébként ti, hogy egy farkas van fent a könyvtárban? Ebben a könyvtárban így be lehet hozni állatokat? Ha a szoba elején halnék meg, mert akkor nem kéne azonnal beszaladni azért a 7100 érméért. Gondolom, hogy a varázsol megengedték neki. Mondjuk a varázslat valószínűleg az, ami... Oké, most szépen megnyugszunk, mert ez nem az, aminek történnie kell. Igen, egyre mélyebbre kerülnek a rúnák, és ez nem az az irány. Szóval azt fogjuk csinálni, srácok, hogy bemegyünk. És kihozzuk a rúnát. That's it. Bemegyünk, kihozzuk a rúnát. Hol a rúnám? Elvettem. Nem jó az irány! Mindegy, kijebb van a rúna. Nagyon ütök egyébként rá, szóval, hogyha ha sikerül megütnöm, akkor alapvetően minden rendben van. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem kell feltétlenül a heavy attack-okban gondolkoznom, mert ő elég gyors. Szóval lehet, hogy elég lenne light attack-okkal megpróbálni ütögetni akkor, amikor éppen látjuk. Vagy ugye a felugrás heavy attack kombó az, ami még esetleg működhet. Valószínűleg, hogyha viszont ha sikerülne be ezeket a felütésekből, sikerülne egyet-kettőt bevinnem, az alapvetően tök király lenne, mert az ugye nyilván nagyon nagyot csap rá. Ó, hát hogy ne? Szerintem ez akár el is érhette volna.
Szóval megidézi a kardokat, és aztán a kardok egy idő után elindulnak. Utálom ezt a bosszt. Én őszintén szóval mindent utálok, mivel eddig ma találkoztunk. Teljesen őszinte leszek, mindent utálok, amivel ma találkoztam eddig. Nem strength build friendly ez a boss. Van ez így, mert mint hogy attól még nyilván mi strength build-en maradunk, szóval... mindig elfut, alig tudtam megütni. Nagyon lassúak az atakjaim, és emiatt ugye nagyon sokáig maradok egy helyben. És ugye ez a kardokkal ott nem... az nem is, hol van a dolog? Ott van mögötte. Jó, cool. De miért nem el? Oké, annak rá kell éreznem jobban az időzítésére annak a cuccnak, mert ez így nem fog menni. Oké, most legalább belőle van a rúna. A kardokat nem kell benyalni mindet, és akkor igazából szerintem rendben leszünk. Illetve a másik, hogy az elején sokkal kevesebb kard volt, talán azért meg közelebb álltam hozzá, és akkor lehet, hogy az még egy megoldás, hogy nem állok olyan messze. Viszont amennyire féltem ettől az odaszaladás dologtól, igazából ezzel nincsen annyira nagyon nagy baj. Azt hittem, hogy ez emiatt sokkal rosszabb lesz. Nyilván az nem segít feltétlenül, hogy ugye ennyi idő van a boss fightok között, de hogy amúgy nem ilyen iszonyatosan... Ezekbe az összes kardba beleálltam. Ebben nem. Az ég ágyon már meg téged is, hát hihetetlen. Csak nézd rá, anya... Oké, hogy nem lokkol rá, de hogy miért az ellenkező izébe húzza? Nem jó. Ez nem az az időzítés volt, amit kerestem. Az a baj, hogy figyelem a rókát, és akkor útközben abba hagyom a kardnak a figyelését. Ez most amúgy szerint, én ezt most jobbnak éreztem, de nem sokkal. Megéri talán summon-t használni. Valószínűleg megéri summon-t használni, de hogy... hogyha vérbe summon-ad le, amikor ilyen pici a hely. Lehet, hogy el kéne hagynom ezt, hogy görcsölök azokon a rúnákon, mert amiatt a harc elején abszolút arra figyelek, hogy a rúnákat összeszedjem. És nem nagyon másra. A belejátékból végig játszás lesz? Át, nem tudom, haladgatunk egyébként. Wow! Ott volt a ver arca, gondoltam. Semmire nem használtam most ezt az időt, amit adott a medúza. Ó, még van medúza. Szólt. De elvesztettük a rúnáinkat, úgyhogy most már azon nem kell aggódnunk. God. Nincs meg a Night Spirit. Valami megvan, mindjárt megnézzük a spiriteket. Szerintem ez a medúza itt nem annyira cool. Mertok van valami spiritem. Amint rájövök, hogy hogyan tudom a pouchot állítani.
Marionette Soldier. Ez jó. Oké, akkor most ez... Nem. Hogy is kell oda beállítani? Switch. Inkább a farkasok, ők gyorsak. Beállíthatom a farkasokat is, nem feltétlenül tudom, hogy mi zú ezzel. Whoa! No. No, haver. Nekem erre se időm, se energiám. Valószínűleg azt kellett volna egyébként csinálni, hogy gyűjtünk még egy icipici rúnát, és elköltjük azt a rúnát, amit most elvesztettünk. Jó lett volna nem beleállni. Oké, ez nem volt rossz. Ez sokkal jobb volt, srácok. Sokkal jobb volt eddig, mint bármi. Ha azt a három kartba nem állok bele, akkor ott az valószínűleg ez sokkal jobb lehetett volna. Mint bármi. Oké, okay, a farkasok azok talán tényleg jó választásnak tűnnek. Elég gyorsan kiklíreli őket, de addig legalább eltereli a figyelmét. És akkor tudunk egy kicsit ott addig hazacárézni. Igen, a farkasok azok most sokkal hasznosabbnak tűntek. Illetve nagyon sokat segít, hogy nem aggódok a rúnákért. Nyolyás összeszedésükért. Elszállt a farkasok között. Megpróbáltam visszaütni. Greed! Jézus Isten! Nem értem el azzal az ütéssel. Ez greed. Itt a végén sok-sok greed volt, de ez jó! Ez most sokkal jobb így.
Hello. Ez iskola példája volt a Greednek. Yes. Az utolsó kettő is, amilyen. Kicsit jobban ki kéne használni szerintem azt, ameddig vannak a farkasok. Nagyon jó lenne, ha be tudnék neki vinni egy felütést. De az valahogy, nem tudom, nem igazán érzem feltétlenül, hogy... Nem jó. Igen, ott meg lett volna, ha van türelem, de nem volt türelem. Hazament a türelem. Meghalt a türelem a sárkánynál. Nem, egyébként nem halt meg a türelem a sárkánynál. És egyébként hozzá kell tenni, hogy amúgy szívesen gyakorolnám majd még ezt a lóhátra a harcolásos dolgot, mert például ez a sárkányos harc az ilyen tök epic hangulata volt emiatt. Érdekes, amúgy ugye azt hittem, hogy szerdán nem leszek itt fejben, mert ugye nyilván vezettem egész nap, meg mit tudom én. De egy szerdán valahogy sokkal jobban. És most van az az érzésem, hogy nem vagyok itt annyira... fejben. Megölted a sárkányt? Nem. Nem öltem meg a sárkányt. Egy ideig próbálkoztam, és aztán feladtam, és nem sikerült megölnöm a sárkányt. Ez történt a sárkánnyal. Nem úgy haladtunk ott, ahogy gondoltam, hogy majd nekünk kéne. Viszont ezt megöltük legalább, hála az égnek. Páncélod miért nincs? Vizuális döntéseket hoztam, és a döntéseim végeredményeként így néz ki a karakterem. Ők miért ilyen ellenségesek? Utoljára, amikor találtam ilyet, nem voltak ellenségesek. Mondjuk azokat is megöltem mindent, szóval alapvetően érteném azt is, hogyha most már ellenségesek lennének.
Félreértés ne essék! Ó, nem fogtam meg a Grace-t. Ott volt valami Grace? Futunk vissza. Vertek, nem futunk vissza. Ha már itt vagyunk, ezt felszedjük, és aztán futunk vissza. Miatt visszaspawnolnak a Grace megérintése után. Kridó, kösz szépen a 18 hónapot, nagyon király vagy. A döntéseid súlya nagyobb dodge-ot tesz lehetővé. Ezek is részei voltak a döntéshozás folyamatának. Miért lehet itt idézni? Ne is öld meg, a sárkányok cukik. Azért csak megölném, ha sikerülne. De hogy nekem az volt az érzésem, hogy valószínűleg sikerülne, de valószínűleg ellettünk volna előtte a világ végéig. Tehát, hogy szerintem ott lettünk volna egész streamben. És az a helyzet, hogy szeretnék egy icipicit jobban haladni a játékkal. Nem azt mondom, hogy... Azért ellenségesek, mert a várban lévőket megölted. Ez egy kollektív tudat a köcsögökkel. Szóval, hogy... hogy sokáig eltartott volna. That's it. És... miért van az az érzésem, hogy ezt meg kell ölnünk? Azt a fal minek van? Szakadék. Majdnem megint szakadék, igen. Őt nem az eszéért szeretjük, ugye? Én ezt nem akarok elégedetlennek tűnni a beakadásával kapcsolatban, mert amúgy... Le tud esni a szakadékba? Állítólag le tudnak ezek a dolgok, de én még nem láttam se senkit leesni a szakadékba magamon kívül.
Au, pedig ezt várhattam volna, hogy ez jön. De arra lokkoljál, mert... Vissza is tértem, egy jót bicikliztem, nagyszerű idő van kint. Ó, annak is tűnik egyébként. Annak is tűnik, én nem voltam ma még kint. De ez annak tűnik. Oké, okay, kicsit megszeppentem ezen, amikor most ez itt így megevett. Mennyi pontunk van? 16.584. Akarunk ennyi ponttal tovább masírozni? Vagy... 19-én lett a biciklim 24 éves. Megünnepeltem a szülinapját. Jaj, de menő, boldog szülinapot neki amúgy. Ó, oh, de hát nyilván. Erre mekkorát ütök vajon? Alapvetően ütök rá. De amúgy mindegy. A kérdés az, hogy ő mekkorát üt rád? Na, szóval, hogy azokat a pontokat el akarjuk-e költeni? Vagy... Ó, most megint itt lesz a kör alakú kez, izé a pengekezű Jóska. Uh-huh. Jó, hát akkor a viszontlátásra. Ne fáradjál a pengeiddel, haver arc. Vagy a második? Két rák is van itt. Oké, okay, ez több mint kellemetlennek hangzik. Merre kell tovább menni? Azt mondtátok jobbra. Hehe, gyíkok, meg rákok, de nem ez a lényeg. Oh boy. Ott miért nem kaptam sebzést? Hú. Mert jókor volt a dodge.
Egyedül vagy és van neved. Az ilyenekről hat. Egyébként ez nem volt rossz. Nyilvánvalóan a nagy kék kardja nagyon nagy kéket... nagyon nagy kéket sebez. Igen, egy varázsló kastélyban vagy. Annak tűnik egyébként ez nekem, akárhonnan is nézem. Ilyen varázsló, varázsló kastélyszerű dolognak tűnik ez nekem. Kicsit sok a rák varázsló kastélyhoz képest. Rúnák messzire hordásában már jók vagyunk. Ja, most is a világ másik felén vannak a rúnáim. Hear me out, my man. Come in peace. Elmúlt. Miért ütsz olyan pici karddal ilyen nagyot? What the fuck was that? A Perry Master. Hiaa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 a
hát ez Perry volt, igen. Mi a helyzet, Újvi, hogy vagy? Hogy telik ez a csodálatos nap? Pam 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 pam. Oké, szóval hogyan tudnánk ezt következőre elkerülni, hogy ezt így ne csinálja? Betegesen bekaptam valami vírust. Ó, oh, jobbulást! Ha ez a kéken világít, akkor... automata perrizik. A Forerunnerben is volt valami nyavajás, ami automata perrizett. Az is világi móka volt. Hol vannak a pontjaim? Jó. Na. Az anticlimactic. That was lucky. Itt nem tudunk idézni? Én szerintem itt nem tudunk idézni. Nekem, én szerintem itt nem tudunk idézni. 17 000 pontot reszkírozunk épp? Yes. De ki ne reszkírozna 17 000 pontot, ugyebár? Ha tovább mész a lifttel, meghal. Tudod, mikor hal meg még? Ha agyonverem, akkor is meghal.
Tegnap jó hír, az orvosnál minden rendben volt, semmi nem látszik már a sérülésből, nem gondolják, hogy szükség lenne a közeljövőben új kontrollra. Ú, de menő. Ez jó hír, ez jó hír. Nem, nem. Nem, nem. Úgy, úgy. Megbeszéltük, hogy ezt nem csináljuk. Lehet ebben a játékban tibegelni. Oké, szeretnék már végre valahol elkölteni a pontjaimat, mert vissza kéne mennem egy valamiért. Van itt a közelben valami, ahol el lehet költeni a pontjaimat, vagy kenjem a hajamra, gyalogoljak haza. Van, nem lesz. Jó, van az egységes. Nem megyek sehova. Persze, egy boss után. Egy boss után? A boss után, jó. Hát akkor visszamegyek az előzőhöz. Csávó mögött van Grace. Most akkor hol van Grace? Aha, viszlát. Oké, akkor megcsináljuk azt, hogy visszamegyünk, jó? De akkor ez visszaspanol? Nem, ez valószínűleg nem fog visszaspanolni. Lehet teleportálni. Ó, tényleg lehet teleportálni a Grace-ekhez. Melyik Grace-ből indultunk? Ez szerintem. Oké. Ez nem az. Na, mit akarunk? HP-t akarunk? Vagy akarunk még több? Most azt hiszem, azt mondtátok, hogy 30-ig, és aztán pedig vigor, ugye? Oké. Okay. Ez nem az, ahol lenni akarok, by the way. Ez az, ahol lenni akarok. Aki csinálja ezeket a golyókat, oda fel lehet menni. Poti fejlesztés? Tudok potit fejleszteni? Meg lassan tudok majd kardot is fejleszteni egyébként. Szerintem most nem tudok. Nem, szerintem most nem tudok potit fejleszteni. Mennyi izénk van? Kavicsunk. Smithing Stone-ból csak 3. Na várjatok. Most így mi van ezzel? Ez is csak sima Smithing Stone. Ez is sima Smithing Stone. Most tudunk fejleszteni a kardunkra? Mert egy halom különböző Smithing. 10 fajta sima. Olvasd el az el. Reinforcement armaments up to plus 9. Reinforced armaments up to plus 6. Up to plus 12. De hogy én nekem még alacsony a kardom, szóval... Szóval szerintem akkor én... Nekem az... Én most úgy érzem, hogy ez azt jelenti, hogy tudom most fejleszteni. 8 darab egyes. Ó, tehát nem lehet összerakni. Tehát nem lehet összerakni különbözőkből. Mert hogyha ugye up to plus 6, akkor az azt jelenti, hogy számomra, hogy értitek, tehát hogyha a 6-ig jó, akkor a 3 benne van. Csak nyilván nem feltétlenül ideális elkölteni
alacsonyabb szintre. De ezek szerint nem így működik. Egyébként sajnos ma viszonylag ma így egykörül zárni kell majd a streamet, mert altatás van a gyerkőccel. Vérbe visz ez abba az irányba. Az aztán nyakon vert egyébként, az a cucc. Azt hittem már ott vagyok, tudjátok, ahol már így átesik rajtam. Okidoki, és hogy megyek innen vissza? És mit szól ehhez a böszmön egy teknős a kis sapkában? Honnan tudnám, haver? Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Earth Tree and the Moon were joined by the matrimony. Vaj, David, David, három, köszi szépen a szabot, nagyon én király vagy. Ez sztorizik meg Mágiát tanul, jó. Sajnos Mágiá nekem nincs szükségem, haver. Azt viszont meg tudod-e mondani, hogy ezt kilútolhatom-e? Meg. Bye! Hogy megyek vissza a kastélyba, haver? Először is ezt itt valószínűleg visszateleportálok. Ja, Grace-szel megyek vissza. Jó, hát ez mindenképpen egy... egyébként ez egy hangulatos hely. Szívesebben lennék itt, mint ott, ahol most vagyok. Jó van, nézzük még meg azt a dolgot. Szia, varázslatos teknős, jó volt látni. Fáknál jártál már? Jártam már fáknál. Nézd, ez a teknős a katolikus vallást vallja, nincsen rajta ruha. Yes. Ő a pápánk. Miután végre sikerült leváltanom Balást. Na, most, hogy nincs 1 millió pontom. Most kiugrok azért a dúdér, aki ott leheveredett pihenni. Nekem ez a teknős nem tűnt pedofilnek. Én megszavaznám neki a bizalmat. Na. Itt már nem vagyunk, ez jó. Vagy megyünk arra, de arra nem akarunk menni. Vagy megyünk arra. A Magic Shotgun-os srácot egyszerűen ignoráltuk. Ah, hát ez full on Harry Potter srácok, ami itt történik. Oh boy. Így gondoltam. Szavaztok, srácok! Akartok harcolni? Akartok. Ó, oh, elbújtál ott a izében, hogyne, persze, csicska. Jézus Isten. De sok fejed van. Hála az égnek mindegyik egy nyakon, szóval viszonylag ugyanúgy könnyű levágni.
Oké, igazából arcod van sok. Ó, oh, ez az a hely, ahol az előbb átmentünk. Csak most így fentről. Ó, a shortcut. De várjátok, a shortcutot azt nem kéne levinnünk, hogy a továbbiakban könnyebb legyen feljönni? Megyek vissza a shortcuthoz. Megyek vissza a shortcuthoz. Megyek vissza a shortcuthoz. Nagyon vertem itt mindenkit. For no reason at all. Vagy ez a shortcut? Ó, oh, hogy ez maga a shortcut! A boss van a lift után. Ó, oh, hogy ez maga a shortcut és nem a lift a shortcut. Oké, okay, kinyitottam az ajtót, shortcut nyitva, mehetünk a bosshoz. Oké, okay, várjál. Meg akart ütni egy könyvvel. Észrevettem ám a kirútolható. Rossz az irány. Tudom, hogy megadta magát, de értitek, itt nincsenek ilyen jellegű szabályok. Fear the librarian. Hát ez történt egyébként. Odaért, ezt hókon nyomott a könyvével. Na nézzük meg a boss. That's anticlimactic. Ah, megvan. Minden rendben van. Egy pillanatra megijedtem, de minden rendben van. Neked elsőre meg lesz, nem lesz szükséged a shortcutra. Miért van az az érzésem, hogy Yoko Sensei hazudik? És hogy ez nem az a fajta boss, ami elsőre meg lesz nekem. Vagy általában. Ezt visszaküldöm. Hello? Oké, majd megnézzük, hány keze van. Ez is egy demigod, mint Godric volt. Little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Jól érzem, hogy ebben a játékban van egy tendencia, hogy minél egyszerűbbnek tűnik egy ellenfél, mert így értitek, hogy nincs sok keze, meg mit tudom, igazából annyira bonyolultabb az ellenfél. Oh, ott a sárga, ott a sárga! Oh, itt a sárga. Történik itt! Hozzám ne vágj már a földgömböt!
ez nem egy jó hely lenni. Ez nem egy jó hely lenni. Itt ez valami tematika, hogy itt végig kell szaladni a... Trippes ez a fight, igen. Ez valami tematika, hogy itt végig kell szaladni a világon. Ó, remek. Kicsi szintű vagy még igazából. Akkor most kéne majd mennünk random kalandozni, és... Ez honnan jött? És így nem tudom, így erősödnünk? Easy boss, hosszú visszafutás. Igen, egyébként szerintem nem sebzek rá jól, rosszul. Lehet, hogy el kéne mennünk. Oké, ma már nem csináljuk meg egyébként, most szerintem megpróbálom még egyszer. És utána pedig a következő streamben akkor elmegyünk és gyűjtünk olyan smithing stone-okat, hogy tudjam erősíteni a kardot. Van a sárga. Lehet, hogy most realizáltam azt, hogy az éneklés alapján is meg tudom őket találni. Ja, igen, nekem is az érzésem, hogy ez még csak a fele volt, ugye? Ez túl könnyű volt.
Illetve nem maradt potionem, szóval... Sem van át summonre. Ja, ez így valószínűleg nem az igazi taktika, akkor... Sokkal erőforrás kímélőbben fogjuk csinálni. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Akkor mi menjünk szerintem. Ja, it was fun, viszlát! Of the last queen of Caria, Brenala of the full moon. Ooh, the cool. And the majesty of the night she conjureth. És akkor most nulla erőforrással, potion nélkül, minden nélkül belemegyünk ebbe a dologba. Megütöttük, srácok. Na jó, egy utolsó próbálkozás, csak hogy megpróbáljuk erőforrás barátabban megcsinálni az erejét. És utána megyek. Ezt most nem fogjuk ma megölni már, ezt a dolgot. De hogy egy kicsit jobban odafigyelve megpróbáljuk a... Cél az az, hogy egy kicsit több erőforrással érkezzünk a második fázisba. Ennyi. Kicsit több HP-val, kicsit több manával. Ja, és nyilván nem ismerem a második részben az erősebb spelljeit, hogy most ez nem az a cél, hogy most megöljük, hanem az, hogy kicsit megismerjünk róla valamit. Belakadtam a fejébe ennek a csajnak. Akartam. Ezekben a például nem állok bele, az sokat fog segíteni. Valahonnan én nem mögülem szól, nem? Nem, a könyvek arra jönnek. Oké, még egy utolsó, de ez tényleg utolsó. Nem, és itt nem használunk weapon skillt at all. Viszont arra kéne próbálnom rálokkolni. Azt nem tudom, hogy mi verteli be egyébként. Not gonna lie. De abba beleálltam csúnyán, igen.
Ha a földön, ha látsz tüzet, ne állj oda, mert oda fog esni a csillár. Ó, meg azon lepőtt, az volt a fura, hogy maga a tűz miért nem sebez, de akkor azért, mert az csak jelzés. Remekül ment. Thank you. Arra jön a könyv. Pedig azt hiszem, most hallottam egyébként a hangeffektjét, hogy jön ez a cucc. De hogy így tudjátok, amikor így kiléptek egy fal mögül, és így telibe vertiteket valami, azonnal. Valószínűleg egy potent, tehát egy háborúban, mint egy másik világháborúban, ha így értetek nekem, így kellett volna csinálnom valamit, akkor valószínűleg így haltam volna meg. Hogy így kilépek, és azonnal meghalok. Most csá. Van hangeffektje, de szépen belenéztél. Yeah. Ez lesz a kör. Én érzem, hogy ez lesz a kör. Felszokott emelni pár lányt és hozzád vágja őket. Ó, hogy az van, hogy... hogy azokat, azt láttam, hogy felemeli. Azt, abban nem voltam biztos, hogy azt nem vettem észre, hogy hozzám vágja őket. Most emeli fel a lányokat. És most vannak készítve a lányok, hogy hozzám vágja őket vajon? Yes. A válasz az, hogy yes.
De... olyan szuper creepy ez a boss fight, hogy ez valami hihetetlen. Mármint így az első része, ugye? Eldobta már őket. Ez nem volt ügyes most. Valószínűleg rosszul követtem egyéb. Rosszul számoltam, azt hittem az még a második volt csak. Énekel neked valaki? Oké, potionok tekintetében egyáltalán nem állunk jobban. Kettő után jön le, nem három után. Grid, de mindegy, most már úgysem ez lesz az a kör. Sokkal jobban. Három után jön, csak az elsőt nagyon hamar ütötted meg. Ah. Ezt már láttuk. Lieth under my moon.
Ezzel elérkeztünk ennek a mai streamnek a végéhez, srácok. Ez volt a cél, hogy megnézzük még egyszer, hogy itt mi történik. Ide akkor majd bekészítjük a jellyt, és akkor innen folytatjuk egyébként következőre. Fú, szuper creepy ez a fight. Az eleje. A második fel, amennyit látok belőle, az jelenleg egy normális fightnak tűnik. Onnantól értitek, van egy ellenfél, vagyunk mi. Viszont most ezzel vége a mai adásnak, meg ezzel a hétnek is vége van. Jövő héten szerintem csak kedden kezdek, tehát szerintem hétfőn nem lesz stream at all. Az ott pihenés lesz a családdal, és utána pedig még jövő héten, és jövő hét utáni héten, jövő hét végén, és jövő hét utáni hét elején lesz majd még valami kavar, mert jön a bátyám. És akkor nyilván ő vele megpróbálok annyi időt tölteni, amennyit csak tudok, és akkor megnézem, hogy ezt hogyan tudom összeegyeztetni, ha mondjuk rész streameket már meg tudnék tartani, tehát mit tudom, mondjuk egy délelőtt itt, vagy ilyesmi, az már alapvetően nem rossz, főleg, hogy nyilván ő is találkozik barátaival, meg ilyesmikkel. Egy kis dungeon, ami ad jobb summont amúgy a kezdő területen. A random info, úgy tudom, azért hosszabb ez a boss round, mert a lore szerint Renel a férje Marika miatt lépett le, és ezért kilettek tiltva a respawn szobrok a kastélyból. Ez mondjuk ez vicces. Na és mindenkinek kellemes ünnepeket, jó pihenést, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hatalmas királyok vagytok, következőre találkozunk kedden délelőtt. A tervek szerint legalábbis, és ha bármi változna, akkor pedig nyilvánvalóan erről tájékoztatást adok, és szerintem, ami a következő streamben fontos lenne, de nem tudom, hogy ilyet lehet-e csinálni, az, hogy szerezzünk még megfelelő, szerintem még legalább 3 smithing stone-t, hogy tudjunk fejleszteni a kardunkon, de nem tudom, hogy ilyet lehet-e, hogy így most akkor elmegyünk, és akkor összeszedünk smithing stone-okat, vagy ahhoz haladni kell tovább a sztoriban. Most egy kicsit jobban haladtunk előrefele, vagy legalábbis nekem ez az érzésem. Nyilván ott hagytuk a sárkányt, ami egyébként szerintem nem feltétlenül baj, hogy ott hagytuk a sárkányt. Tudsz rengeteg smithing stone szerezni. Interaktív mapot nem nézel játék közben? Nem, de nézhetnék, mert amúgy nem érdekel az exploration. Úgyhogy a kezdő területen kéne majd smithing stone-okat keresnünk szerintem. Nekem ez az érzésem. Mindegy, mindenkinek kellemes hétvégét, jó pihenést, köszönöm szépen az egész heti jelenlétet, meg a rengeteg támogatást, meg a mindent. Jövök majd. Szerintem küldelek titeket Dead Foxhoz, mert Dead Fox Dragons dogmázik, amik kinda sorta kicsit hasonló, és én nem fogok vele játszani. Fontos lenne az újra használható potit megtanulni használni. Az is igen. Engem nem érdekel annyira a felfedezés része egyébként. Az a helyzet, hogy ez így, tudom, hogy ez így érdekes, meg hogy mit tudom én, de hogy én így nem tervezek mindent tudod felfedezgetni, meg ilyesmi. És akkor... én csak szájba verni akarok dolgokat, igen. Vagy hát szájba verődni dolgok által. Ez azt hiszem a helyes kifejezés. Na jól van, legyen mindenkinek szép napja. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hatalmas királyok vagytok. Következőre találkozunk kedden délelőtt. Szabi most lőtte fel. Shoot. Mindegy, most már Dead Foxot beállítottam. Ha ezt az üzenetet hamarabb látom, akkor valószínűleg Szabit rédeljük. Mindegy. A YouTube-osoknak pedig, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot. És találkozunk kedden, mint említettem, már 3-szor. Sziasztok, jó pihenést!